Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy betiltják a kínai tulajdonban lévő TikTok nevű közösségi oldalt az Amerikai Egyesült Államokban. Azóta az is kiderült, hogy talán mégiscsak maradhat a TikTok Amerikában, akkor, hogyha a Microsoft, illetve maga az amerikai kormány azt megvásárolja, tekintettel arra, hogy nemzetbiztonsági kockázatnak nevezik, hiszen kínai és nem amerikai tulajdonú cégről beszélünk. Magyarországon a Facebook jelent hasonló nemzetbiztonsági kockázatot, amely azonban nem kínai, hanem amerikai tulajdonú cég. Ugyanakkor a Facebook beavatkozik a választásokba, és nagyon durva politikai cenzúrát, vélemény diktatúrát alkalmaz, amely a legkeményebben éppen minket, mi hazánkosokat sújt. Az én oldalamat, mint az köztudott, egyenesen törölte, illetve tiltja még a nevem leírását is. Elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy a Facebook egyszerűen elérhetetlen a magyar állampolgárok számára, hogyha valamilyen jogsérelem éri őket. Ezért olyan törvényjavaslatot fogunk benyújtani a Magyar Országgyűlés elé, amely a Facebookot kötelezni fogja arra, hogy magyar állampolgárságú képviselője legyen Magyarországon, kötelezni fogja arra is, hogy magyarországi szervereken tárolja a magyar állampolgárok adatait, hiszen óriási nemzetbiztonsági kockázatnak tartjuk azt, hogy ma már a Facebookon keresztül kommunikálnak a lakossággal nem csak a politikusok, nem csak a kormány, hanem az iskolák, oktatási intézmények, vagy éppen a rendőrség, vagy a katasztrófa védelem is, és minden létező adat, akár privát beszélgetések, külföldön egy magáncég szerverein vannak, amellyel bármikor, bárhogyan vissza tudnak élni. A törvényjavaslatunk azt is tartalmazza, hogy amennyiben a magyar bíróság úgy dönt, hogy el kell távolítani a Facebookról egy jogsértő tartalmat, akkor a Facebook üzemeltetőinek 24 óra áll arra rendelkezésére, hogy a magyar bíróságok döntésének eleget tegyen. Hogy szűnjön meg végre az a gyakorlat, hogy a Facebook külföldről, távolról egy állam fölött álló szervként avatkozik be a magyar belpolitikába.